A Donkanyarnál elhunyt honvédekre emlékeztek 60-ban. Várhatóan idén csökkennek majd az ingatlanok árai. A tűzi játékozások során több kutya menekült el. Köszöntöm a 60 televízió nézőit, önök a híradót látják 2023. január 13-án pénteken este, Fekete Gábor vagyok, mondom a részleteket. Az 1943. január 12-én a Donkanyarban hősi halált halt magyar honvédekre emlékeztek 60-ban tegnap este. Horváth Richárd polgármester beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy a Doni tragédiában elhunyt hősök iránti tisztelet mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy egy háború sem szolgálhatja a nép érdekét. A II. Világháború egyik legvéresebb csatája zajlott a Donkanyarban 1943. január 12-én. A fellelhető iratok szerint 20-60 honvéd is elesett, amikor a szovjet vörös hadsereg megsemmisítő csapást mért a II. Magyar Hadsereg katonáira. Legalább 130 ezer férfi az életét veszítette, vagy elhurcolták munkaszolgálatra. A Donkanyarban uralkodó körülményekre Horváth Richárd polgármester emlékeztetett. Képzeljük magunk elé a szükséges fegyverzetet, lőszert, ruházatot és élelmet is nélkülöző, mintegy 80-90 ezer magyar katona egy Budapest-Szeged hosszúságú fronton, majd 200 km hosszan teljesít szolgálatot, a mínusz 30-40 fokos dermesztő fagyban, és néz éhségtől kopogó szemmel, legyengülve, farkasszemet, a jól felszerelt, masszív túlerőben támadó vörös hadsereggel. Áldozatok, hiszen feltehetően mind tudatában voltak annak, hogy ezt a csatát megnyerniük lehetetlen. Horváth Richárd arra is felhívta a figyelmet, hogy a nép békében szeretné élni az életét. Ahogy fogalmazott, mindig egy maroknyi vezető az, aki harcot akar, hogy itt szerezze meg azt, ami nem az övé. Hiszem, hogy a Donkanyarnál lezajlott szörnyű tragédia is ezt az üzenetet, tanulságot hordozza. Egy politikai vezető sosem helyezheti személyes ambícióit a nép érdeke fölé. Sosem hozhat olyan döntést, melynek haszna az övé, de a rábízottak fizetik meg az árát. A politikai vezető valódi feladata mindig és mindenkor a nép szolgálata. Erre tanít minket a magyar történelem minden rossz döntése, s minden harcban elveszített magyar élet felett érzett gyász. Mindezek után az emlékezők elhelyezték a koszorút és a mécseseket az őrszemszobor emlékművénél. Csökkenő tendenciát mutatnak az ingatlanárak, mondta Tóth Zoltán ingatlan szakértő a 60 TV-nek. Az átalakulóban lévő piacon egyre nagyobb a kínálat, a kereslet ugyanakkor visszaesőben van. Aki értékesíteni akarja az ingatlanát, alkalmazkodnia kell az új piaci helyzetekhez az eladási ár meghatározásánál. Továbbra is feszült a helyzet az ingatlan piacon. Az elmúlt időszakban bekövetkezett energiaárak emelkedése, valamint az infláció erre a szektorra is óriási hatást gyakorolt. Már tavaly is érzékelhető volt, hogy a magas árak miatt jelentősen csökkent az ingatlanok iránt érdeklődők száma, miközben a hirdetési kínálat folyamatosan nőtt. A szakértők szerint az ingatlanpiac reagál majd ezekre a változásokra, a kereslet-kínálat átalakulása miatt idén az árak csökkenésére is lehet számítani. Ugyanúgy a kereslet-kínálati piacon minél több az eladó ingatlan és minél kevesebb a vevő, ez így logikusan azt hozza, hogy egy csökkenő tendenciát vélhetünk felfedezni itt az ingatlan piacon. Már elindultak az ingatlanoknak a lefelé csökkentése az áraiknak. Valószínűleg az elkövetkező fél év során, tehát ezért ez egy viszonylag hosszabb folyamat, amelynél lehet majd látni, hogy azért az ingatlan árak átalakulnak, és egyelőre azt mondhatjuk, hogy csökkenő tendencia várható a piacon. Tóth Zoltán hozzátette, ennek a csökkenésnek a mértéke akár az 5-10%-ot is elérheti, függően attól, hogy kinek mennyire sürgős, hogy értékesítse házát, lakását. A szakértő csütörtöki kommentár műsorunkban bővebben is beszél majd a jelenlegi ingatlanpiac helyzetéről. Ez az időszak lezárult 2022 végén.
A szilveszteri tűzi játékodások során több kutya menekült el otthonából. A Kutyaszív Állatmentő Alapítvány minden évben segít az elszökött állatoknak hazatalálni. Az állatvédők a civilek segítségét is kérik, hogy aki rémült kóborállatot lát, az jelentse nekik az esetet. A szilveszteri tűzijátékozások ideje alatt állatok ezrei menekülnek világgá félelmükben. A nagy hanghatással járó pirotechnikai termékek sokkolóan hatnak házi kedvenceinkre. Ezért új év első napjaiban, heteiben többnyire megtelnek az állatmenhelyek elkóborolt állatokkal. Rudas Aranka, a Kutyaszív Állatmentő Alapítvány elnöke elmondta, hogy a rémült állatok akár még hetekig, hónapokig is bujkálhatnak, vagy róhatják a város utcáit céltalanul. December közepén, amikor már petárda és mindenféle tűzijáték kapható, arra az időszakra tehető, amikor megugrott az érkező kutyák száma, és év végéig összesen 14 darab kutya érkezett. Hál' Istennek 5 kutyába volt csip, ezeket vissza tudtuk vinni a gazdának. Borzasztó helyeken találtunk már kutyát, vízelvezető csövekben, erdőbe kimennek. Tényleg van olyan kutya, amelyik napokon át annyira nem tér magához, hogy nem mer előbújni a rejtek helyről. De olyan is van, gondolok itt a vizslára, a német juhászra, aki a stressz hatására akár 30 kilométert is képes nagyon rövid idő alatt megtenni. Hozzátette, a mentési munkálatok során folyamatosan számítanak a civilek segítségére is, így aki kóbor állatot lát, az hívja a 0630 464 13 80 vagy a 0620 248 02 08-as telefonszámot. A Kutyaszív Állatmentő Alapítvány honlapját folyamatosan frissítik, így aki keresi elveszett házi kedvencét, annak érdemes a webes felületeken is tájékozódnia. Az állatvédő arra kéri az embereket, ha kóborkutyát látnak a környezetükben, akkor hívják az alapítványt, így azok az ebek is hazakerülhetnek, melyeknek nem jelentették be az eltűnését. Hatvanban rendezik meg a 66. országos postagalamb kiállítást. Az esemény helyszíne a 60-i sportcsarnokban lesz január 14-én. A belépő ára 4000 forint, de a gyermekek és a hölgyek ingyen látogathatják a kiállítást, ahol 700 madár lesz majd látható. Edukáció nemzetközi oktatási szakkiállítást tartanak január 14-éig Budapesten a Hung Expo-n. A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy a választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. Összesen 18 országból 200 kiállító képviselteti magát a rendezvényen. Az esemény személyesen, valamint online is látogatható. Hangfürdőt tartanak a Galga Hévízi Maci Kávé Bisztróban. A hangtálak használata 4-5 ezer éves hagyomány, már az ősi keleti írásokban is említést tesznek róla, és a mai napig is oktatják és használják. Főleg a stressz és a feszültség oldására, az izmok ellazítására, légzési problémák enyhítésére, valamint az idegrendszer megnyugtatására alkalmas ez a program. Az érdeklődőket január 20-án várják. Szombaton a front mögött már sokfelé kisüthet a nap, de keleten még eleinte előfordulhat eső és zápor. Itt még a délutáni is a felhőké lesz a főszerep, marad az enyhe idő 6-11 fokos maximumokkal. Vasárnap megnövekszik majd a felhőzet, csak kevés napsütésig érkezik, délután egyre több felé eleredhet majd az eső. Délután 4-12 fokra van kilátásunk. Hétfőn egy újabb csapadékzóna érkezik, mely már nagyobb mennyiségű csapadékot hozhat. Az eső mellett ekkor már magasabban fekvő helyeken havas eső, havazás is várható. Napközben 2-10 fok valószínű.
Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink január 13-án pénteken este, most a mesepercekben a három kis malac és a farkas című mesét hallgathatják meg a gyerekek Tiszárovics Dezsőné előadásában. Ezt követően a palettában az újévi hangverseny második részét tekinthetik meg, adásainkat pedig visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és a Facebook oldalán. Híreinket pedig megtalálják a 60hírlap.hu weboldalunkon. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!